Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, 8 óra 18 perckor gördítjük tovább a műsor folyamot itt a Millás reggeliben a 90.9 Jazzy Rádión Ács Gáborral. És Mihálovics Andrással. Kaptál szakmai kritikát, léci, valami olyan zenéket, mintha sunny, shiny, fényes, napos nap lenne. Elalszunk edzés közben, és nem a témák miatt, írja a Zsé hallgató. Nem értem. Nem tudsz te edzést tartani. Nem értem. Képzeld el, hogy nem értem. Én nagyon szívesen ez tartok. Ez is gyorsabb volt nagyon az átlagnál. Nagyon szívesen tartok probléma. Motiválós edzéseket a hallgatóknak így rádión keresztül. Úgyis gladiátor edzésre most már megkaptam az újoncok kiképzését is. Képzeld el. De most káderhiány miatt nem azért, mert hogy fel vagyok erre jogosítva, de mindegy. Úgy élvezem minden pillanatát. Ugye, tényleg reggel csak kimondottan nagyon gyors dolog lehetnek, és 7 seconds az már az nem fér bele, az egy. Hát nem, de azért, nem a kivanukával. Ez egy nagyon jó dal, de hogy az mondjuk, az, de nem azért, mert melankolikus. Nem a kivanukával egy, az melankolikus, igen. És akkor olyan az meg az reggel? Vagy? Szerintem igen. Ah, jó, csak kérdezem a hallgatókat is. Ez meg a milyen kis hazugságoknak a filmzenéje volt Michael Kivanukától. Nagyon képben vagy. Teljesen, mert megnéztem a sorozatot. Tetszett. Ahhoz képest, hogy milyen koncertekre készülsz. Mötli Crüe-re. Ről mész át a Sissy Catch-en keresztül. Igen, hát ki nem mond, az még titok. Nem mondom, lejátszuk megint. Ne? Jó, igen. Na, majd legközelebb. No, nézzünk némi közlekedést. 0-30-20-10-9-0-9 lehet ekézni az Ácsot. Én nagyon vevő vagyok rá. A zenei ízlés világát, fizimiskáját, műsorvezetési stílusát, témaválasztását, szabad a rablás, így optimista nem, pénteken. Nem. A zenei ízlés világát nem tudják, mert azt a hallgatók nem ismerik, mert az nem azonos azzal, ez, ami itt megszólal, mert ez nem az én. Na mindegy. Természetesen legyen közlekedés, léci. Legyen, csak annyit mondanék el, hogy Maci is szeretettel várja a kritikákat, mert ő sokkal rosszabbul is. Ez kétség kívül így. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Szerencsére balesetről nem kaptunk hírt, viszont sávlezárás. Dosztig a 6. kerületben a Szinyei Mersepál utcában a Kodály körönd előtt lezártak egy sávot, mert építkeznek, aztán az Egressy úton a 14. kerületben a Vezérút felé a Csernyus utca után egy rövidebb szakaszon megint csak sávot zártak le, ott betonoznak, úgyhogy ezeket látom így hirtelen. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. És most egy kis kiberbiztonság a gyúrósoknak, Kovács Zoltánnal, a T-Systems Control SWAT operációs vezetőjével. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Várjál, mert az Ács nem tud lekövetni bennünket. Most köszönhetek, jó reggelt, sziasztok! Mit csinál a Control SWAT operációs vezető? Mert az Ács Gábor, ő Control Alt Del operációs vezető, úgyhogy azt tudom. Nekem a Control C, Control V jutott eszembe annak az operációs vezetője mellett, egy Control SWAT. A SWAT az az amerikai rendőrségi elit alakulat. Abszolút, erre igen. És erre csaptunk le mi ennyi módosítása, hogy ugye ott a special Weapons and Tactics, a miénk pedig Security Weapons and Tactics névre hallgat, ez egy hasonlóan gyors reagálású egység vészhelyzet esetére, kiberbiztonság szempontjából, tehát ilyen tekintetben van hasonlóság, tehát amikor nagy a baj, akkor ez a csapat, illetve ez a szolgáltatás tud magát akcióba helyezni. Maga a Control egyébként pedig a kiberbiztonsági központja, a Cyber Threat Resilience-ből lett alkotva ez a rövidítés, ami szerencsére pont véletlenül passzol, illetve megegyezik a Control billentyűvel. És ennek a csapatnak, illetve a szolgáltatásnak, illetve központnak a része ez a SWAT. Figyelj, akik így nem látták, ha tényleg beüt egy nagyon nagy trúváj
egy kibertámadásért valamit, akkor mit csináltok? Mert azt mondtad, hogy gyors reagálás. Enkor rohangáltok végig, és húzzátok ki a gépeket, hogy ne terjedje mondjuk egy zsarolóvírus tovább? Vagy hogy kell elképzelni egyébként, ezt a gyors reagálást? Egyébként volt ilyen, amikor ilyet kellett a elmúlt években, például a NotPetya esetében, az gyakorlatilag fizikailag kellett rohanni a szerver szobába, hogy aztán az megszüntetni a kapcsolatot a hálózati szegmensek közt. De ez szó szerint fizikálisan. Ott igen, de amúgy azért a legtöbb esetben nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy egy 7-24-ben hívható telefonszámon felveszik a kollégák a incidensekkel kapcsolatos elsődleges információkat, és aztán onnantól kezdve 60 percen belül megkezdődik a segítségnyújtás. Uh-huh. Ez először távolról, természetesen. De ez tűzoltás jelent. Ezt abszolút tűzoltás. Nem tudjátok, mert ugye ilyenkor azt se lehet tudni pontosan, hogy milyen kártevő ellen küzdött. Így van, tehát ez nem az ideális helyzet. Tehát ez pont a... Ezt kell megelőzni, mert igen, akkor már... Igen, tehát ezt a szolgáltatást azért gondoltuk elindítani, mert egyrészt hiánypótló, tehát nem igazán volt a környéken, a magyar piacon kifejezetten hiánypótló. Másrészt pedig azért, mert az igazán komoly védelemre sokan nem készülnek, nem építkeznek, és az látszik, hogy elért minket is az a hullám, ami mondjuk amiről már 5-10 éve beszélünk, ami tőlünk nyugatabbra már tombol, tehát hogy már gyakorlatilag mindenki célpont, bárki lehet áldozat, tehát sokkal nagyobb az igény arra, hogy legyen egy ilyen szolgáltatás. Na jó, vágjunk bele, mik azok, amik már itt vannak, milyen kártevőkkel találkoztok leggyakrabban? Most már én mondtam, hogy a zsaroló vírus, de hát gondolom ezen kívül még van bőven. Adathalászattal is mindenki találkozott már. Persze, valójában a legzajosabb és leghangosabb, és éppen ezért a legtöbb információ ezekről van, az a zsaroló vírusok, de ez az egyik szegmens. Emellett azt gondolom, most kifejezetten szezonja van az úgynevezett business email compromise típusú támadásnak. Az, amikor elnök vezérigazgató úr, pénzügyi osztályvezető úrral levelezget, és egyszer csak nem tudja a pénzügyi osztályvezető, hogy azt nem... A vezérigazgató akár, úr írta. Akár ilyen relációban is lehet, illetve két olyan fél között, akik között egyébként pénzügyi tranzakciók szoktak lezajlani, tehát egy beszállító például egy cég felé küldi akár a számláit, és ezekbe a levelezésekbe beállnak, és ezt most már jó néhány magyar cégnél is láttuk, tehát incidensként kezdett vele foglalkoznunk, kivizsgálnunk. Nagyon egyszerű a történet onnantól kezdve, hogy bent vannak. Az a része nyilván trükkös, hogy jutnak be, de ha bent vannak, egyszerűen lekövetik az üzleti folyamatokat. Elképesztő, hogy milyen szintén... De ez hónapok kellenek, tehát hogy... Inkább hetekben mérném, de nyilván ez nem annyira gyors történet, viszont... Bejut a hacker, csak hogy el tudják képzelni a hallgatók, és hallgatózik. Tehát nézi, figyel, hogy ki miket ír, kinek, mikor, igen, hogyan, milyen stílusban. De már úgy jut be, eleve ezt hozzá kell tenni, hogy van információja. Tehát nyílt forrásból úgymond gyűjt információkat egy cégről, nagyon sok mindent meg lehet tudni. Van egyébként is, hogy IP címeket, szervezeti felépítést, van ki melyik osztályt vezeti esetleg, nagyon akár LinkedInről, a céges weboldalról, nagyon sok információt össze lehet szedni, és akkor ez egyrészt megkönnyíti a célpontválasztást, másrészt megkönnyíti a bejutást, mert sokkal könnyebb olyan módszert használni, amiben ami átverésen alapul, és ahhoz ezek az információk nagyon hasznosak, és ha már bent vannak, akkor csak egy tipikus trükk, amit láttunk többször is, bizonyos helyekről érkező levelekre beállítanak egy olyan szabályt, hogy az azonnal olvasattan egy bizonyos folderbe menjen. Tehát a címzetje sosem találkozik vele, mert ő az RSS feed foldert például nem szokta olvasgatni. A támadó viszont de, ő azért megy rendszeresen munkaidő után belép például, és megnézi, és hogyha ott van olyan levél, amit ő várt, mert ebből lehet neki haszna, akkor arra válaszol. És például válaszol egy olyan levéllel, amiben elküldi, hogy megváltozott a számlaszámunk. És aztán a következő utalások már esetleg oda mennek. Tehát ezeknek mindig ez a célja valahol, hogy egy pénzügyi tranzakcióban a számlaszám más legyen. Oké. Okay. Na, ezek az elterjedtebb módszerek, de azt mondtad, senki sincs biztonságban. Miért? Mert erre szokták azt mondani, és nem csak vállalkozások, magánemberek is, hangsúly a magánembereken, hogy ugyan ki kíváncsi az én adataim. Nagyon jó, így van. Ki kíváncsi? Én. Én a magánember, ez a legszebb az egészben. Az, ami senki számára nem értékes, az számomra sokszor a legértékesebb. És a zsarolóvírus őrületnek ez végül is az alapja, ez a központi eleme, hogy számomra érdekes csak,
ezért itt ezzel tudnak fájdalmat okozni. Tehát egy magánszemély is, az én környezetemben is több ilyen eset volt már, hogy... De lenyúlják a gyerek fotóját? Vagy hát, hogy lenyúlják... Nem, tehát, nem minden zárolnak, Gabikám, minden. Tehát képzeld el, amikor egy... gépet, ez nem férsz hozzá. Egy ilyen hát, minden fönn van a felhőben, mert folytatom egy másikat. Igen, de képzeld el, hogy mondjuk... vagy annyira tudatos, hogy egy redundáns merevlemezekkel ellátott NAS-t használsz, mert picit még... Nem érti, is, csak mondom, igen, egy hálózat, egy olyan eszközt, ami... Kérem. Nem ért, tényleg tehát nem egy, érti. Tehát egy olyan eszközön tárolod a családi fotóidat és videóidat, ami egyébként fizikai meghibásodás ellen is valamelyest védett, és ez egy külön eszköz, nem is egy gép, hanem egy külön eszköz, és ezen van minden. Viszont biztos, hogy benne, hogyha baj van, akkor mentés lennék, is van. Lennék olyanon kezelni, azt felveszíthetem. Uh-huh. Jó, oké, okay. Így nehezebb lesz picit, de hogy ez egy tudatosabb, de még mindig egy családi felhasználóról igen. beszélünk, konkrét esetről beszélek éppen, és oda is sikerült betörni egy zsarolóvírus csapatnak, nem őket célozták, hanem tömegesen célozták. Na hát akkor főleg nem kell ilyen. Tömeges támadásokat szoktak végig, és utána mindent, több évnyi családi fotót, illetve videó titkosítása megtörtént, és aztán elindult az alkudozás, hogy akkor mennyiért kapják igen. vissza. Na most figyelj, a magánszemély azt mondja, hogy kit érdekelnek az én adataim, azt, aki mondjuk a te cégedet akarja támadni, mert otthonról dolgozol home office-ba, vagy VPN-nel, vagy VPN nélkül, tehát ilyen titkosított kommunikáció, Gábor, csak hogy velünk maradj, és ugye nem is biztos, hogy a te céged a végpont, hanem az a cég, akinek a te céged beszállítója, ezt hívják ugye supply chain attack-nek. Így van. És ez, azt mondod, itt beszélgetünk a zene alatt megkészülve, hogy ez fenyeget leginkább, tehát ezek fognak most elterjedni nálunk is. Ez igazából az a helyzet ezekkel a típusú támadásokkal, mint 5 évvel ezelőtt a zsarolóvírusokkal, hogy itthon kevésbé rezonáltak rá akár az emberek, akár a vállalatok, mert hogy olyan távolinak tűnt. Most ugyanez a helyzet ezzel a supply chain attack sztorikval, hogy ez most már itt van, közeledik. Ez a kis cég vagyunk, mi nem lehetünk célpont, érzés, egy ilyen hamis biztonságérzet, nem is kell annyira ugye figyelni a mi információink, adataink védelmére, viszont számtalan módszer van, amire felhasználható a mi hálózatunk azért, hogy ahogy említetted te is, az általunk, vagy a mi egyik nagy ügyfelünkhez rajtunk keresztül jussanak be. Csak egy nagyon egyszerű példa. Ha van egy nagyvállalat, egy nemzetközi nagyvállalat, aminek azért vélhetően erős... Nyilván van pénze, igen, embere, szándéka, ismerete, hogy védje magát. Így van. Viszont van egy kis magyar cég, aki itt helyben beszállító neki. Ha csak annyit elérek, hogy átveszem egy e-mail fiók fölött a hatalmat támadóként, és utána már egy megbízható forrásnak tűnök, mert az ő levelezésükből indítok. Hiszen ez egy beszállító. És ez a legegyszerűbb történet. Ennél sokkal komplikáltabbak is vannak, és ugye az egyik leghíresebb eset a Stuxnet volt, ami most már 12 éve talán, ahol... Aki az amerikaiak meg az izraeliek, csak hogy értsék a hallgatók, igen, kéz a kézben visszalőtték a középkorba az iráni atomprogramot, ami ugye, nem is volt a világhálóra kötve. Így van, offline volt, ugye Iránnak volt egy olyan urándúsító objektuma, ahol gyógyászati célokra próbáltak dúsítgatni. Igen. És 5 olyan céget fertőztek meg azzal a malverrel, amit be akartak juttatni ebbe az objektumba, akiknek volt ide bejárásuk, akiktől a kollégáknak, szakembereknek volt bejárásuk, és hiába volt offline ez a rendszer, mert ők hordozták be a fertőzést, úgy mondhatni, mint a valódi fertőzések esetén. Na most, akkor nagyon jól felépítettük a témát, de hogy lehet ezzel ellen védekezni? Egyrészt ez a hamis biztonsági... Mert hogyha mondjuk én beszállítok egy gigacégnek, akkor az a gigacég előírhatja nekem, hogy jó napot kívánok, te csak akkor szállíthatsz be, hogyha a kiberbiztonsági kiadásaidat megnöveled 38,5%. A kiadás mérik talán magát, a védelmi szintet nézik. Így nem? Van, inkább. És erre vannak módszerek, hogy hogyan lehet védeni, tehát fel lehet mérni egy szervezetnek a kiberhigiéniáját, illetve a kiberbiztonsági állapotát. Lehet azt mondani, hogy évente kell awareness kampányt, tehát ilyen tudatosító kampányt a dolgozók közt lefolytatni, illetve vannak ilyen
standardizált frameworkök, ami alapján tényleg egy audit során lehet kipipálni, hogy mi az, aminek megfelel egy adott cég, mi az, ahol van egy kis hiányosság, és akkor azt kell pótolni, és akkor csak akkor maradhat beszállító, hogyha ezt megteszi. Ad abszurdum előírható az, hogy a beszállító cégeknek rendszeres etikus hacker vagy penetrációs tesztvizsgálatot kelljen rendelniük, illetve lefolytatniuk. Oké, de hogy lehet ennek megfelelni például? Mi azt tanultuk az iskolába, a Kántorral, a hackersuliba, hogy például korlátozni kell a hozzáférés. Mert most ugye pláne egy kis cégnél mindenki foglalkozik mindennel, lehet, hogy a vezérigazgató úr betelefonál a titkárnőnek, hogy légy szíves, küld már át a mail fiókomba, el van mentve, nem tudom én kicsoda. Tehát, hogy ez például, akkor nem vezérigazgatórat kell célozni, hanem Manzikát, aki meg lehet, hogy az otthoni home office-os vonalon támadható simán. Így van, jól látod. Tehát, hogy akkor viszont azt kell mondani, hogy nem fér hozzá mindenhez mindenki. Az egy jó módszer? Ez egy nagyon fontos megközelítés, illetve rétegesen kell védelmet felépíteni. Természetesen pont az a probléma, amit mondtál az előbb is, hogy egy kisebb cégnek nincs erre annyi költsége, de legalábbis törekedni kell rá. És ezért le lehet rakni egy ilyen pár éves tervet, roadmapet, hogy hogyan építjük fel az egyre erősebb védelmet. Tehát, hogy végpontvédelem, határvédelem, amit mondtál, VPN, ráadásul egy VPN is csak akkor hasznos igazán, ha mindig használják, tehát vagy felhasználói oldalról, de még jobb, ha technikai oldalról biztosítjuk azt, hogy mindig be legyen kapcsolva a VPN, és még számtalan ilyen szabály, illetve ilyen jó tanács van, ami ahogy mondtam, egy ilyen frameworkbe összepakolva, átadva a beszállító cégeknek egy elvárást tud támasztani, aminek, hogyha megfelel, akkor még jövőre is beszállító lehet, ha pedig nem, akkor hogy gondoljatok bele, hogy egy katonai beszállító, akiket egyébként pont szeptember végén jó néhányat támadtak, amerikai katonai beszállítók. Tehát ott lehet, hogy ők nagyon egyszerű dolgokkal foglalkoznak. Mondjuk ők szállítják az automatákba a csokit, meg az üdítőket, ilyen is van. És akár ők is lehetnek célpontok. És most ennél komolyabb beszállítói tevékenységet folytató cégeket támadtak egyébként. És hát nagyon, az iráni hackerek a kaszinós embert, azt az akváriumnak igen, az is egy nagyon szép történet. Igen, tehát hogy azon keresztül támadták. Tehát ez egy tényleg egy olyan jellegű tevékenység, ami kevésbé tűnik számunkra most itt veszélyesnek, de ahogy mondtam, a zsarolóvírusok is valahol az a távoli nyugatnak a problémája volt sokáig. Figyelj, egy kérdés a végére. Ez mennyire drága és mennyire nehezíti meg az ügymenetet? Mert hogyha állandóan jogosultságot kell kérnem, állandóan jelszavakat kell beütögetnem, erre mind költeni kell, megjelenik az ember, az penetrációs tesztet csinál, abból van egy vizsgálati jelentés, jaj, mert nincs feltörhetetlen rendszer, mindig fognak találni valamit, ez egészen biztos, tehát hogy ez egy folyamatosan növekvő kiadás, ezzel nem hozzuk meg a kedvet. Nem ahhoz, igazán, hogy a kis cégek ezt meglépjék. És egyébként a kis cégeknél azon túl, hogy eszközökre esetleg nem szívesen költenek meg megoldásokra, de ha talán még azt meg is lépik, a másik nagy probléma az ember. Tehát szakember, IT-t sem könnyű találni, azt gondolom mostában, de security, IT biztonsági szakembert még kevésbé. Épp ezért az egyik jó megoldás lehet az, hogyha ezt kiszervezett szolgáltatásként ezt is igénybe veszik. Most már ugye ilyenek léteznek, többek közt nálunk is ugye van. Akár olyan szinten, hogy határ- és végpontvédelem menedzselten másokra bízva, tehát menedzselt szolgáltatásként az incidenskezés, és amivel pont az elején kérdezte, szintén, tehát ha beütaménykül legyen hova fordulni. Tehát jó néhány olyan szolgáltatás van. Azt szoktuk mondani, hogy egyébként a biztonságban a legfontosabb a vizibilitás, a láthatóság. Az, hogy nekem legyen egy jól monitorozó, naplózó rendszerem, és azt valaki még tudja értelmezni is, ez fel sem erül sokszor. De mi van az, hogyha egy havi díjért valaki megcsinálja nekem, hozza az eszközt, hozza a monitorozási szolgáltatást, és akkor van egy fix díj, olyan, mint egy biztosítás, mint a kaszkó, és tudom jól, hogy ezáltal nyugodtan a 999 felé haladok a biztonság. És még egyet árulj el, ha van tűz, valami meg vírus írtom, az elég?
Neked otthon? Nem nekem, egy ilyen beszállító cégként, mert ez is egy ilyen tipikus hát, biztonságos cég. Igen, hát van tűzfalunk, van vírusírtunk. Én minimum egy e-mail gateway-t, illetve egy web gateway-t mondanék így megoldásra, ami a, tehát az e-mail forgalom, illetve a webes forgalom, van tud kutakodni. Ez azért nagyon fontos, mert a két legfontosabb támadási vektor. Tehát a dolgozók, ahhoz beérkező e-maileken egy előzetes vizsgálatot, hogy egy ilyen dedikált eszköz meg tud tenni, az nagyon sokat segített. Még mindig 90% fölött van az e-mailben induló támadás, vagy e-maillel kezdődő támadások száma. Illetve a webes forgalom pedig, hogy ha már kattintok valahova, ahova nem kellett volna, akkor van egy megfelelő egy webes biztonsági gateway eszközöm, akkor van rá esély, hogy ő azt majd kiszúrja. És ezzel... Tehát a Google szól. Egyébként jó irányba megyünk, ezt jól látod, a Google is egyre jobb ebben, de tény, hogy olyan gyorsan változtatják az infrastruktúráit a támadók, hogy azért nehéz lekövetni. Na jó, hát akkor figyeljünk oda, mert nincs olyan, hogy nincs veszélyben, még az Ács családi fotóit is el fogják lopni, figyeljük meg, főleg, mert ilyen felületes, biztonságos hitbe ringatja itt magát folyamatosan. Kizárt otthon a felhőben. Egyébként azért... A felhőbe is jutottak be, csak nem a publicitás. Az álbiztonsági érzet mellett ott van az a jelenség is, főleg itt Magyarországon, itt a régióban, hogy ezért nem szívesen beszélnek az emberek arról, hogyha történt támadás. A cégek külön. Én emlékszem, hogy amikor volt a WannaCry, ami tényleg mindent szétfertőzött meg a NotPetya, és akkor utána voltunk egy konferencián, előadtam és megkérdeztem a közönséget, hogy ki az, aki hallott ezekről, hát mindenki, és ki az, aki érintett, senki. Tehát ő, mint a bőr és nemi beteg gondozó volt, mindenki bőr. És tehát mondtad nekik, hogy hiszi a piszi? Hát nem, hát de egyértelmű volt, hogy csak úgy tud terjedni, hogyha vannak érintettek, de senki se érintett elvileg. És az is ritkaság, hogy valaki kiáll és elmondja, hogy ő mit csinált, abszolút, mik a tanulságok, pedig abból nagyon sokat lehetne tanulni. Bizony, és egyébként tőlünk nyugodtabbra állandóan erre hivatkozom, de ott már ez nem egy úgymond ciki, hanem erre lehet büszke egy csapat, hogy megfékezték, hogy ők tudtak valamit kezdeni a WannaCry-jal. Na jó, hát nagyon jó beszélgetés volt. Remélem az nézni is benneteket, hogy a Beastie Boys megbeszélte a Guns N' Roses-zal a kérdést. Remélem egyébként, hogy a gyúrósok még rátettek egy 20 kilót, és azzal nyomtak fekve halva a témát, mert nagyon kemény volt ez a beszélgetés. Köszönjük szépen! Én is köszönöm. Kovács Zoltánnal, a T-Systems Control Sweat operációs vezetőjével beszélgettünk. Senki sincs biztonságban, figyeljünk oda az adatainkra, főleg akkor, hogyha valami nagy cégnek a beszállítói vagyunk, mert jön a supply chain attack. Sose fogom tudni kimondani, valami jobbat kell kitalálni. Na, túlpörgettetek, úgyhogy keresek valami jó melankolikus muzsikát majd a zene. Vagy nem, a hírek után. Műsorunkban termék megjelenítést hallhatunk.